Sziasztok srácok, nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit ebben a mai videóban, amiben megnézzük, hogy a Contract DLC megjelenésével milyen új pénzszerzési lehetőségek nyíltak meg előttünk, és bár az Agency bemutató videójában még azt mondtam, hogy ez a DLC nem feltétlenül a farmolásról szól, amit valamennyire tartok is, azért mégiscsak meg kell követnem magam, ugyanis lehet ezzel a DLC-vel farmolni méghozzá nem is akár hogyan, például 500 000 össze lehet vele szedni fél óránként, vagy akár 1 000 000 óránként. Nekem most jelenleg van rajta egy másfeles szorzó, ezért egy picivel többet kapok érte, mint amennyit majd a későbbiekben fogtok kapni, hogyha nézitek ezt a videót, de a lényeg az, hogy így is percek alatt rendkívül jó pénzt lehet velük szerezni, és mutatom is, hogy hogyan. Mielőtt azonban elkezdenénk a küldetéseket, mi a legfontosabb? Igen, pontosan betárazni snackekből, amit ingyenesen meg tudtok tenni az agencyben a bejáratnál lévő asztalról, vagy fent az armoriban is. Ez fontos, hogy ne halljunk meg a küldetések során, mert bár akkor sem ér véget a küldetés, hogyha meghalunk, hiszen újraéledünk egyből, de jobb azért, hogyha van nálunk egy kis snack, ezzel az időt is le tudjuk rövidíteni, hogyha nem kell újraélednünk folyamatosan. És akkor térjünk rá a lényegre. Nos, ahogy az Agency bemutató videójában is mutattam, a fő VIP küldetésen kívül is vannak egyéb pénzszerzési lehetőségeink, mint például a security kontraktok, vagy a payphone hits küldetések. A VIP kontraktról most direkt nem fogok beszélni, mert most az a lényeg, hogy minél kevesebb idő alatt minél több pénzt szerezzünk, de arról is lesz egy bemutató videó nem sokára. Szóval, ahogy láthatjátok, itt van előttünk 3 security kontrakt, 3 különböző díjazással. Az egyik 80 000 ad, másik kettő pedig 50 000-50 000. Ez azért van, mert 3 különböző nehézségi szint van a security kontraktok között. Van a Professional, a Specialist és a Specialist Plus. Érdemes mindig a legtöbb pénzzel járót választani, lehet, hogy egy hangyányit nehezebb lesz, mint a másikak, de nem sokkal, és így is teljesíthetőek néhány perc alatt, tehát most kiválasztjuk ezt a 80 000-eset, amiben az egyik ügyfelünket kell megmentenünk egy elég necces szituációban, majd elfuvarozni a megadott helyre. És hogyha mindezzel megvagyunk, már meg is kapjuk a jól megérdemelt jutalmunkat, azaz a 80 000 dollárt. Ne lepődjetek meg, ez a pénz közvetlenül a számlánkra kerül, nem a zsebünkbe, ezért van, hogy nem mutatja a játék a jobb felső sarokban, mint egyébként mindig. És miután ezzel megvagyunk, hívjuk fel Franklint, és kérjünk tőle egy payphone küldetést, ami a legjobban fizet a Contract DLC-vel érkezett pénzszerzési lehetőségek közül, persze ha a VIP kontraktot nem veszük figyelembe. Miután felhívtuk Franklint, megjelenik egy kék telefonfülke a térképen a közelünkben, ahova, hogyha elmegyünk és felvesszük a telefont, akkor már kezdődik is a küldetés. Ezeknél a küldetéseknél általában az a feladat, sőt, mindig az a feladat, hogy likvidálnunk kell valakit, de nem mindegy, hogy hogyan, ugyanis ha teljesítjük az ügyfelünknek a külön kívánságát, akkor sokkal többet fog fizetni a munkánkért. Jelen esetben például az a feladat, hogy ne csak simán megöljük a célpontot, hanem szerezzünk egy taxit, amivel elfurikázzuk a szeméttelepre, és ha ezt teljesítjük, akkor a sima fizetségünkön felül kapni fogunk még 105 000 dollár bónuszt, ami így 127 500 dollárt jelent, 3,5 percnyi munkáért cserébe. Elképesztő, igaz? Ráadásul ez egy hosszabb payphone küldetés, ennél vannak jóval gyorsabban teljesíthetőek is. És akkor felmerülhet jogosan a kérdés bennetek, hogy na jó, de mi a következő lépés, hiszen 20 perces cooldown van a payphone küldetésen. Igen, éppen ezért kell most egy újabb kontrakt küldetést indítani, hiszen azok 5 percenként válnak elérhetővé, szóval hívjuk fel ismét Franklint és kérjünk tőle ismét egy küldetést, csak most security kontraktot. Ebben a kontraktban a striptease bárba kell betörnünk és megszerezni a safe-ből valamilyen értékes tárgyat, most például egy órát, és visszaszállítani az agency-be, hogy megkaphassuk az újabb jutalmat, ami most 50 000 dollár, és akkor számoljuk össze, hogy mennyi pénznél járunk jelenleg. 80 000, 127 000 és 50 000 dollár, az nem kevesebb, mint 250 000 dollár összesen, és hány perc lehetett ez? Maximum 10. Tehát ez egy elképesztő jó módszer a farmolásra, viszont ugye most nincs mit csinálni, hiszen a payphone 20 perces cooldownon van, a security contract pedig 5 percessel, és mindkettő érvényben is van még, szóval ilyenkor lehet azt csinálni, hogy teljesítünk például egy VIP contract küldetést, amennyiben szeretnétek azzal is haladni, de azért azt hozzá kell tenni, hogy ott a fő küldetésig nem kapunk olyan óriási összegeket, nyilván ha eljutunk odáig, akkor ott már 1 000 000 a jutalom, de ha folytatni szeretnétek a gyors pénzszerzést, akkor mutatom a további tippeket. Amennyiben láttok kék pöttyöt a térképen, akkor menjetek oda, hiszen az nagy valószínűséggel egy exotic exportos autó, aminek a leszállításáért 20 000 dollárt kaphatunk. Ezután lehet teljesíteni egy VIP work küldetést, hogy headhunter vagy sightseeing, ezt döntsétek el ti, mindkettő viszonylag gyorsan megvan és a sikeres teljesítés után, ami egyébként körülbelül nekem olyan 5 percet vett igénybe, több mint 40 000 dollárt kaptam.
És hogyha van autóshoppotok, akkor ott is meg lehet csinálni egy gyors autótuningolást per leszállítást, amiért 30 ezer dollárt kaptam, és ezeknek a teljesítése után, vagy akár ha csak egyet megcsinálunk belőlük, már biztosan lejárt a security contract cooldownja, de akár lehet, hogy a Payphone hit C is. Szóval ismét lehet előről kezdeni, ami megint csak hoz a konyhára körülbelül 250 ezer dollárt, így már összesen 500 000 fölött vagyunk, úgy, hogy az előbb említett exotic exportos leszállítást, a VIP work-öt, vagy az autóshoppos leszállítást még bele sem számoltam. Tehát ilyen egyszerűen lehet a contract DLC-vel, azon belül is a security contractokkal és a Payphone hit küldetésekkel pénzt szerezni, akár fél óránként 500 000, vagy óránként 1 000 000. Szóval ezt a módszert tudom ajánlani mindenkinek 2022-re, akik megunták a kaszinó kirablását, Cayo Perico szigetnek a kifosztását, vagy akár a különböző bizniszeknek a futtatását. Ezek a küldetések azért is jók, mert egyrészt újak, nem lesznek unalmasak egy darabig, és ahogy láthattátok, remek pénzt hoznak a konyhára, és ez akkor sem lesz másképp, hogyha már lemegy róluk ez a másfeles szorzó. Én nagyon bízom benne, hogy hasznos volt ez a videó számotokra, és hogy tudtam vele segíteni. Amennyiben így van, kérlek dobjatok rá egy lájkot, iratkozzatok fel, ha esetleg még nem tettétek volna meg. Köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek, legközelebb találkozunk. Én Dani voltam. Sziasztok!